Köszöntünk minden kedves megjelent vendéget. Ezennel megnyitom, mint házigazda, a 6. Miskolci Diósgyőri disznótort. Én szerintem az eddigiek is jól sikerültek. Most a szervezés alapján úgy tűnik, hogy ez még talán a legjobb lesz, de hát ez önökön is múlik. Először is szeretettel köszönteném Sebessén László barátomat, országgyűlési képviselő és Miskolc önkormányzati képviselő, valamint Gazdusné Katit, a főszervezőt. Először is bemutatnám itt a főszereplőt. Ez egy mangalica, magyar ősi magyar fajta. Meggyaszóról van, innen itt van egy ilyen, a megyében a legnagyobb ilyen mangalica tenyészet. Jövőre már úgy néz ki, hogy a városnak van szintén egy ilyen szürke marha és mangalica tenyészete itt a Beregvölgyben, és onnan lesz majd, csak még most nem voltak ilyen súlyok, csak kisebbek. Na, akkor a program az a következőképpen lenne. Ugye most először lenne a szúrópálinka, utána szúrás, perzselés, és akkor folyamatosan a feldolgozás, és akkor a további programok pedig... Örülök, hogy ilyen szép időnk van, és még jobbat égett napközben. Csak a műsorról szeretnék néhány gondolatot. Több iskola lesz jelen, általános iskola, középiskola, Dixieland zenekar játszik, Eperjesi Erika Jenei Gáborral, illetve a nap sztár vendége, nem régen nyert Magyarország hangja, Pál Dénes lesz dél körül. Nagyon jó szórakozás. Itt vagyok. Akkor mondanám, tehát most megtörtént a szúrás, el a kábítás, utána a szúrás, és most ugye a vérnek a felfogása. Hát régen ugye szalmával perzseltek, csak hát most ugye itt helyileg is az nem igazán jó, mert ugye szállít a pernye meg egyedek, és akkor az nem igazán jó ez. Először próbáltuk az elsőn, de hát mondom, túl sok szemét volt itt vele, úgyhogy gázzal perzselünk, de attól függetlenül ugyanúgy szépen meg lesz perzselve. Én úgy látom, hogy nagyon jól sikerült a szúrás, tehát gyakorlatilag, illetve a kábítás is, és utána a szúrás is, és szépen kijön belőle a vér is. Egy kicsit hagyjátok, hogy ugye ki. Jó, oké. Jó van, oké, jó. Nem is kell akkor, jó. Tehát most indul a perzselés. Hát a mangalita azt köztudottan ugye egy hosszú szőrű, dúszőrű malac, úgyhogy ezt fogják látni, hogy hát bővel van rajta, amit perzselni. Perzselésnek az a lényege, hogy szépen, amikor ugye megvan perzselve, akkor ilyen aranybarnás sárgás színű legyen a bőr, tehát ne ígyen meg, arra is kell figyelni. Hát nem mindegy, hogy mennyire tartom a gázperzselőt. Ugye először a nagyját ugye le, perzseljük, és akkor utána pedig jön a kilométer.
Hogyha ugye most már lehet látni, hogy ilyen szép aranysárgás barna színe lesz ugye a disznónak a bőrének. Szépen meg kell alaposan tisztítani, utána majd megfordítjuk ugye a hátára, és utána a hasa is meg lesz perzselve.
Köszöntök mindenkit. Most gyakorlatilag megtörtént a perzselés és a tisztítás, és most kezdődik a hasítás. A hasítás úgy történik, hogy most ebben a pillanatban ugye egy késsel végigvágja a hasfalát, és akkor utána kiszedi először a belsőséget, ugye a máj, tüdő, szív, lép, egyebek, és utána pedig a belek jönnek kiszedésre. És utána pedig a hasítása következik a disznónak. A mangalica az köztudomásúan ugye egy zsírosabb fajta sertés, de egyébként nagyon egészséges a húsa, koleszterinben szegényebb, mint egyébként a másik fajta, tehát a rendes, ami nem mangalica gyakorlatilag. Itt ennél az a jellemző, hogy elég vastag a szalonnája, tehát nagyon vastag a szalonnája, ez is egy 100 kg sertés volt, nem nagy, de fogjuk látni, hogy hát egész vastag lesz majd a szalonnája. Hát ebből van az igazi jó füstölt szalonna, füstölt csemege szalonna, amiből ugye lehet aztán majd szalonnát is sütni például. A szemből, jó? Egy kis helyet engedjük. Ja nem, de onnan még csak. Jó lesz így? Oda szemből menjen nyolc. Gyakorlatilag az elmúlt néhány évben, én azt mondom, hogy 5-6 évben terjedt ezzel a mangalica újra, már gyakorlatilag majdnem kiveszőfélbe volt, és akkor Spanyolországban találtak rá már korábban, hogy ez a fajta nagyon jó sonkának, és akkor itt kezdték el termeltetni nálunk Magyarországon, és viszik ki jelenleg is most is ugye, Spanyolországban, kifejezetten így sonkának valónak. De azóta egyébként itt nálunk Magyarországon is rájöttek, hogy ez egy nagyon egészséges olyan fajta sertés, amit érdemes tartani és érdemes fogyasztani.
Tehát most történik a Bélnek a kivétele. Most a lépés a Fodorháj került kivételre, legelőször is. Ez a gyomor volt. És most jönnek a belek kivételre. Most kerül eltávolításra a háj. Ez egy egymázsás súlyú mangalica volt, és látjuk, hogy ugye milyen ennek ellenére is ugye hát milyen vastag a szalonnája, és hát a háj is van bőven. Ezt le... Elektromos fűrésszel fogjuk ezt megejteni. Tehát ennek az a lényege, hogy a gerincoszlopot teljesen középen kell ketté vágni.
Igen, hallottam is, hogy azt mondták, hogy modern diszkóvágás, ez így is van. Ugye régebben a kábítás az nem volt, hanem szúrták a disznót, és ott meg kellett fogni legalább 4-5-6 embernek, hogy el ne menjen, és úgy szúrták meg. Most ugye a kábítás megtörténik, és utána történik a szúrás. Hát ez egy kicsit talán humánusabb is, már idézőjelben mondom. Na most lehet látni, hogy milyen szépen középen el van hasítva. Ugye a csont az fűrészer elvágásra került, és akkor most történik az, hogy késsel elvágja szépen, és akkor gyakorlatilag az egész disznó az két félre válik. Most lehet lesz látni a szalonnának a vastagságát. Na, tessék, ott van, lehet látni. Hát ez biztos van egy ilyen 6-7-8 centi. Nagyon szép. Hát lehet látni, hogy ez a fajta, a mangalica, ez kifejezetten ugye, hát a szalonnára van. Köszönjük szépen az eddigieket, és akkor most az történik, hogy ilyenkor szoktak reggelizni, tehát mi is elmegyünk reggelizni, bontást, igen, és utána pedig a hurka és a kolbásznak a készítését. Szabad? Köszönöm.
Vége lett a reggelinek, és akkor most kezdődik tovább a tisztónap, ugye a fjellisztónak a szétbontása. Most jelenleg a tokaszalonnának a megkorbázása folyik. Ez azt jelenti, hogy szépen le van szélezve. Igenis, akkor most veszi kezdetét ugye a szalonnázás. Tehát az azt jelenti, hogy a hústól, a csontos hústól elválasztjuk a szalonnát. Utána pedig, ahogy a szalonna lekerül, ugye az megformázásra kerül, tehát szépen ki lesz szabva, ami füstölni való, ugye a sózásra kerül, illetve az apró kisebb darabok összevágva, és abból pedig tepertő lesz. Igen, olyan egyes.
Innen jön a sor. Innen jön a sor. Nem sokára. Nem, a másik oldalról. A felét, ha kész van, az majd szerintem egy negyed óra, ki lesz bontva, és akkor utána lehet lesz. Ez tavaly három másással.
lecsegetek, mondom, hogy jött a portorok, Mázsás volt.
Aki ott árulja azokat a polgárokat. Thank you.
Oui, 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 oui